Májusra elkészül a pihenőpark Vérteskethelyen. A részletekről és számos más beruházásról Tóth Jánost, a település polgármesterét kérdeztük. A beruházásainkra azért nagy mértékben rátette a nyomát a vírushelyzet, de szerencsére azért több sikeres beruházást is végre tudtunk hajtani. A topos beruházásokkal elkészült az óvoda felújítása, ami radiátorcseréket, napelemrendszert és udvari játékokat sikerült beszereznünk. Az udvari játékoknál még a régi vasrendszerű játszóteret sikerült lecserélnünk már egy korszerű, biztonságos játszótérre. Sikerült a több éves belvizelvezetési problémát megoldanunk az Adi utcába, ez egy 15 millió forintos topos pályázatnak köszönhető, itt beton mederlapokat kapott a meglévő földárok, tehát így a vizelvezetés most már a Battyányérig rendezett lett ebbe az utcába. És a Petőfi utca végén, ahol többször voltak pincebeázások, ott is sikerült megcsinálnunk egy üllepítő árok segítségével a víz problémát. A harmadik topos pályázatban pedig konzorciumban több településsel egészségházat újítottunk fel, amiben kialakítottunk egy fogorvosi rendelőt az egészségházban, aminek még a birtokba vétele folyamatban van a papírmunkák miatt, tehát ez még egy kis időt biztos, hogy igénybe fog venni, mire itt fogorvosi ellátás lesz. Magyarfalu program keretében az orvosi rendelőben, az egészségházban 1,5 millió forint értékben orvosi eszközöket szereztünk be. Most már a településünk is rendelkezik saját defibrillátorral, ami kint fog helyet kapni az épületen kívül, és amint a pandémia helyzete engedi, erre tanfolyamot fogunk szervezni. Tehát reméljük, hogy a lakosságból minél többen részt fognak ezen venni, és akkor egyre többen fogják tudni kezelni, és ezt az egyébként automata gépet, tehát mondja magyar nyelven, hogy mit kell csinálni igazából, tehát nagy probléma nem lehet, és most már legalább elérhető egy ilyen a településen is. Fel fogjuk tenni a mentők egészségügyi appjába is, mint helyet, GPS szerint, hogy az itt megtalálható, tehát a mentőknek is a szüksége van rá, ez bárkinek hozzáférhető lesz. A közterületek karbantartására sikerült eszközöket beszereznünk, egy új traktort, komplett felszereléssel, hótolóval, sószóróval téli munkára, nyári munkákra pedig fűnyíróval, ágaprittóval és egy uttakat tudunk takarítani egy ilyen seprűhengerrel. Ez 11 millió forint értékben volt. Ami a legfontosabb feladat és az idei évre is átcsúszott, az a falu közepén lévő park kialakítása. Ezt az önkormányzat kb. 2011-2012-ben vissza tudta vásárolni saját tulajdonba, mert ez magánkézben lévő park volt, és mégiscsak a falu közepén van, mi úgy gondoltuk, hogy ez legyen az önkormányzat tulajdona, és itt szeretnénk egy pihenőparkot kialakítani. Ez egy komplex pályázati rendszerbe több pályázat létrehozásával fog megvalósulni, ami jelenleg készen van, az a parkoló térkövezése itt a bolt és a kocsma előtti téren. A kerítésépítés az még folyamatban van, itt az időjárás miatt tolódtunk, az idén már az is meglenne. A park első ütemében kivitelezésre került 2019-ben egy megnyert pályázatnak köszönhetően egy B-típusú sportpark, amit a Magyar Falu program keretében sikerült megnyernünk. Ez számunkra annyiban jelentett örömhírt, hogy 9 település kapott az országban B-típusút, a többiek kisebbet, és ennek a 9 településnek egyike Vérteskethely volt. A LIDER pályázatban egy kerékpáros pihenő kerülne ott kialakításra, ez már ott van egy hatszögletű fa pavilon. Pihenőpadok lesznek, piknikasztalok, tehát itt meg tudnak állni pihenni. Vízvételi hely lesz, tehát ivóvízminőségű víz lesz ott. A Magyar Falu program keretében sikerült a komplett járdarendszert, azt tavaly évben nyertük meg, ugye járdapályázatra ezt az 5 millió forintot anyagtámogatásra, ebből fog megvalósulni ott a járdaépítés.
és egy másik magyar falu program keretében közterületi játszótér kialakítására, pedig az alsó harmadában, az alsó csücsökben pedig egy játszótér. Játszótéri eszközök két hete megérkeztek, fel vannak állítva, jelenleg várjuk, hogy meg tudjuk csinálni az esési talajt, mert ugye össze volt fagyva a homok, gyöngy, kavics, minden, nem tudtuk megrendelni bele, ezért egyelőre lezárva tartjuk, hogy nehogy probléma legyen belőle. És ha ezt meg tudjuk valósítani, akkor utána már csak a kerítésépítés, a kandelláberek, és ott is kamerarendszer lesz. A kamerarendszerben még annyit szeretnék elmondani, hogy most a 9 kameránkat sikerült 11 kamerára bővíteni a településen. És én azt gondolom, ez egy 600 fős falu, aminek van 4 utcája, ez szerintem most már lefedi az egész települést. Tehát amit észre is veszünk, mert azért bűnözés szempontjából gyakorlatilag nulla a településen a bűnözés. A lopás, átmenő forgalmat tudjuk figyelni, többször vitte a rendőrség a felvétel. És még itt a parkba elhelyezésre kerül 3 kamera, ezáltal szerintem az egész települést most már a kamerarendszerre le is fettük, tehát ezzel is javítva az itt élők biztonságérzetét. Ahol kritikus volt a közvilágítás, ott plusz lámpatestet helyeztünk fel, hogy ezzel is segítsük a közlekedést éjszaka. Mikorra készülhet el a pihenőpark, és a jövőben, idei évben milyen tervek, beruházások vannak még a Tarsolyban? Terveink szerint május végére fog elkészülni ez a pihenőpark, a kerítésépítés az egy hónapon belül meg lesz, mert ugye szeretnénk azért körbekeríteni az egész területet a gyerekek biztonsága érdekében is, mert azért ez egy elég nagy átmenő forgalmú út mellett helyezkedik el, tehát bejárata a főút felől nem is lenne a játszótérnek, vagyis a pihenőparknak, hanem csak oldalról, mellék utcából lehetne megközelíteni 2 bejáraton. Tehát ezt mindenképp meg kell várnunk, hogy az üzemeltetést, vagyis hogy át tudjuk adni a lakosság részére. Ugye a közvilágítás meg a járdarendszer, ez is egy-két hónapon belül elkezdődik a kivitelezés. És akkor így reméljük, hogy május végére komplettan a fásítással mindennel együtt át tudjuk adni. Az idei évben igazából ez a fő prioritásunk, hogy ezt befejezzük, tehát ezt minél előbb szeretnénk átadni. A másik pedig Magyar Falu program keretében az idejében szeretnénk a művelődési házat még egy kicsit felújítani, korszerűbbé tenni. Ennek alapján a hátsó udvarban van egy beton teraszunk, amit szeretnénk fedetté tenni, egy színpadnak kialakítani. A lenti részben pedig pihenőpadokkal, és a vizes blokkot szeretnénk mindenképp rendbe tenni, mert az még úgy elmaradt a felújítások során. Ugyanez elmondható az óvodában is, ott is most már 2005-ben megtörtént az épület teljes szigetelése, nyilászárócsere, tavaly előtt a topos pályázatnak köszönhetően megtörtént a fűtésrendszer cseréje, az udvari játékok cseréje, mint említettem, és ebben a napelemrendszer is felkerült. Az idei évben a BMS pályázatban, amit a belügyminisztérium már kiírt, folyamatban vannak a pályázat előkészítései. Szeretnénk beadni még egy vízvezeték, szennyvízvezeték cserére és egy komplett villanyvezeték cserére mindenképp, mert ez most már az épületben elég elavult, és egyre sűrűbben jelentkeznek ezek a problémák. Tehát ebben szeretnénk most pályázni az idei évben ez a 2 művelődési ház. Igazából az óvoda, és az óvoda így most már teljesen komplettan kész lesz. És én azt gondoltuk még ezelőtt pár éve, hogy nem biztos, hogy érdemes az óvodánkkal foglalkozni, mert 6 szemgyerek járt az óvodába. A mai nappal 24 beiratott gyerekünk van, tehát én azt gondolom, hogy megérte foglalkozni ezzel az épülettel, megérte felújítani, és ami szerencsések vagyunk, ami még elmondható, hogy szerencsések vagyunk, ugye bent vagyunk a falusi csokban is, tehát jelen pillanatban se nagyon tudunk eladó ingatlant a településen, tehát villám gyorsan, amint van eladó, meg is vásárolják, tehát én úgy gondoljuk, meg azt is vesszük észre, hogy az a falu jelenleg népességileg egyre több, tehát nem esik vissza, ezért érdemes a művelődési házzal is foglalkozni, mint kulturális térrel. Ugye a könyvtár az folyamatos fejlesztés alatt van,
ott a megyei könyvtárral vagyunk megállapodásba, és az idei évben már foglalkoztatunk, pontosabban a művelődési intézet foglalkoztat egy főállású művelődés szervezőt, aki azért fogja szervezni a programokat, reméljük, amint lehetősége lesz rá. Akkor az idei évben még a Magyar Falu Program a művelődési ház mellett beszerzésre fog kerülni egy falubusz, régi lecserélésre kerül. Ezzel a busszal oldjuk meg a településen a szociális segítést és az óvodai étkeztetési feladatokat is.